Sziasztok! Sziasztok! Ismét elkövetkezett a következő adásunk. Már remélem, hogy hozzászoktatok, és rendszeresen néztek minket. Ígértük az előző részben, hogy akkor egyesével be fogjuk mutatni a különböző esztétikai arckezeléseket, hiszen arról beszéltünk az előzőekben, hogy milyen és hányféle kezelés is létezik, különböző bőrproblémák, arcproblémák, vagy vágyak, kívánságoknak a megoldására. Az egyik kedvencünkkel kezdjük, ami nem csak a mi kedvencünk, hanem Amerika kedvence is. Igen, illetve számos esztétikai nagy díjat nyert maga ez a készülék. Ő a úgynevezett Hydrofacial gép. Nagyon-nagyon figyeljetek oda, mert ebből a típusú Hydrafacial, Hydra, Hydro, mindenféle verzióban rengeteg féle hamisítvány van. Ez az eredeti Hydrafacial MD gép maga, ez Amerikából került ide, nagyon kevés helyen érhető el Magyarországon a hivatalos gép, és óriási különbségek vannak használatát tekintve is, és az eredményeket tekintve is. De azt, hogy mit is tud ez a gép pontosan, hogy hogyan is működik a kezelés, azt majd úgy fogjuk nektek megmutatni, hogy emők elvégzi rajtam a kezelést, és közben egy picit beszélünk arról, hogy miért is jó ilyen kezelés ajánlni. Azt kell tudnatok róla, hogy egy ilyen nagyon speciális lehet vele végezni, ahogy a Bea is említette, hogy Amerika. Ugye nyugaton, képzeljétek el, ezt kevesen tudják, de hogy nem nagyon végzik ezt a klasszikus, nyomkodós, manuális tisztítást, hanem vannak nagyon jó berendezések, amik nem serkentik a fagyú termelést, hanem szabályozzák. Tehát nem csak egy felületi problémát kezelünk, hogy kitisztítjuk a bőrötöket, hanem hosszú távon szeretnénk rá megoldást nyújtani, bőr megújító hatása is van, majd megmutatom nektek a különböző ilyen kis ampullákat, savakat, amivel különböző dolgozunk. Kis tippek vannak, amiket attól függően, hogy kinek az arcát kezeljük. Igen. Milyen problémára végezzük a kezeléseket. Ebben látjátok, ilyen spirálszerű, úgy hívják, hogy Vortex Vákuum dolgozik benne. Megvan a lépés fázisaiban, hogy melyiket kell használni. Tehát egy kezelés, ez nem csak egyféle típus, hanem majd többet fogunk. Igen, de itt van ez a kis tartály, ezt mindjárt itt kivesszük, ami még szintén nagyon izgalmassá tudja tenni a kezelést. Ez most még tiszta, ugye nincsen benne semmi. Na most, ahogy végezzük a kezelést, így a kiszívott tulajdonképpen szennyeződés, ugye a folyadékkal együtt, az bekerül ebbe a tartályba, és a kezelés végén kb. 100 millis folyadék kerül be egy kezelés alatt, és hát attól függően, hogy mennyi szennyeződés található a bőrben, hát annak bizonyíték, hogy mit távolítottunk el, elhalt hámsejteket, sminket, szennyeződést, fagyút, tehát ez egy ilyen jó kis koktél lesz a végére. Igen, nagyon szexi koktél, szoktuk mondani. De nagyon jó megvizsgálni azt, hogy egyébként kezelésről kezelésre. Szerintem a Hydrafacial esetében fontos elmondanunk, hogy egy kezelés is már tud látványos hatást, hogyha valakinek csak egy alkalom tisztításra, vagy megjelenése van valahol, ezt szoktuk egyébként red carpet kezeléshez is bevetni ezt a gépet, de lehet, ahogy Amerika elkezdte volna, havi rendszerességgel eljönni egy erre ilyen. Erre havonta érdemes, igen. Nem is tudom, neked mikor volt a legutolsó? 3 hete körülbelül, de egyébként nagyjából a protokoll szerint 2 hetente is lehet jönni, vagy akár havonta, ki hogy építi be az életébe, a mindennapjaiba, kinek mennyire van szüksége arra, hogy rászorul a bőre rendszeres tisztításra, de pont ezért ez egy óriási lehetőség, mert itt kortól és nemtől függetlenül ez mindenki számára egy kitűnő kezelési forma, hiszen a tiszta, ápolt, egészséges bőrfelszínre mindenkinek szüksége van. Ha tinédzserekről beszélünk, amikor a pubertáns korban ugye a fagyú termelés az fokozódott, igen, akkor például nem érdemes elkezdeni ezt a hagyományos, klasszikus, nyomkodásos utána hegeket nagyon nehezen lehet eltűnni. Meg hát ugye azzal egyre több és több fagyú fog termelődni, érdemes inkább egy ilyen kezelésre eljönni, hogy minél jobban visszavegyük ugye a fagyú termelésnek a fokozását, illetve ha idősebb korosztály és ilyen grízek, miteszerek szoktak kijönni, főleg itt a homlokon, vagy az arcnak az oldalsó részén, azt is gyönyörűen tudja tisztítani. Ha eseményre akar valaki menni, születésnapban, esküvő van, megjelenése van, mondjuk a kifutón, mert fotómodellről van szó, és szeretné, hogy ragyogjon az arcbőre, akkor is érdemes, vagy ugye sokat van sminkelve, mint például én. De a...
Igen, hogy a hollywoodi sztárok igényeire alkották, képzeljétek el ezt a készüléket, akik ugye sokat vannak rivaldafényben, nagyon sok vastag smink van rajtuk, és hát Bea nagyon sokat forgat, szoktuk rendezvényekre is járni, hál' Istennek nagyon szeretjük, és emiatt én felhívtam az ő figyelmét is arra, hogy ezt havonta érdemes megcsinálni, de nem is a fagyú, tehát mondhatnátok, hogy indokolatlan a Beának a tisztítás, egyébként valóban az, viszont mivel gyakran sminkel napi rendszerességgel, ezért a bőr alól sokkal könnyebb. Ez a speciális folyadék fel fogja lazítani az ő felhámját, és ezáltal könnyebben ki tudjuk majd tisztítani. Amit még érdemes mondjuk így figyelembe venni, hogy a férfiak is előszeretettel választják például ezt a kezelést, hiszen az ő arcbőrükre ugyanúgy ráfér a tisztítás, viszont ők félnek, vagy nem szeretik a fájdalmas vagy mocerás kezeléseket. Ennek felépülési ideje van. Vagy a nyomkodást, és az jaj, ez egy kicsit kellemetlen. Ez viszont egy rendkívül kellemes kezelés, relaxáló kezelés, úgyhogy a férfiak is tudnak relaxálni, és úgy eljönni a kezelésekre. És ami még a nagy különlegessége a Hydrofacialnek, hogy nem csak tisztítani tudunk vele, hanem ugye utána viszont vannak speciális hatóanyagok, boosterek, amikkel tudjuk ápolni és személyre szabni a kezeléseket, tehát attól függően, hogy kinek milyen problémája vagy bőrtípusa van, akár rozacea, akár dehidratált bőr, akár bőrmegereszkedés, ráncosodás. Mérétegi vízhiány, tehát van egy ilyen kifejezetten bőr mérő felépítő ampullánk is. Igen, tehát hogy különböző ampullák vannak, és attól függően, hogy mire van a kedves vendégnek szüksége, ezt együtt ugye a szakértővel meg lehet beszélni, és akkor a tisztítás után jöhet az a fázis, ez már azért opcionális, tehát nem kötelező, hogy tinédzsernek nem biztos, hogy van szüksége, még a tisztítás után ugye extra hatóanyag bevitelre, de extra hatóanyagokat is be tudunk vinni a bőr mély rétegeibe, tehát rendkívül látványosan tudja javítani a bőr minőséget is. Szeretjük csinálni nagyon, mert hogy ilyen kreatívabb. Abszolút, igen. Mint egy gépi lézeres dolog. És ugye vannak a kiegészítői, itt meg tudjuk mutatni, ugye ez a lip perk, meg az eye perk, ezekben megmutatom, hogy néz ki, egyet már bontottunk ki nekem, ez például az eye, ez van benne tulajdonképpen, ebbe a kis dobozkába. Ja, mutatom, és ezt is, ennek is van egy tartája, ez így néz ki, ezt ott, tehát ezzel történik egy kezelés szemkörnyéken, tulajdonképpen, és a maradék hatóanyagot viszont otthonra megkapja a paciens, és még körülbelül 2-3 hétig tudja használni a szemkörnyékre, tehát egy otthoni ápolás is van benne, ugye itt van a kis görgője. Be lehet rakni a hűtőbe, és akkor... Igen, és akkor még hűsít is. Még az ödémára nagyon igen. Jó szem. És ugyanez hát van, az... ez a szemkörnyék, meg szájkörnyékre van ilyen lehetőség. Úgyhogy ezt is megmutatjuk majd így a kezelés során. Így néznek ki. Nem véletlen mondjuk, hogy az Everdem Klinika nem csak azért a bőrszépészet nagykövete, mert a legjobb kezeléseket végezzük, hanem azért, mert tényleg személyre szabjuk, tehát tényleg figyelembe vesszük a ti igényeiteket, nem csak bejöttök egy kezelésre, hanem megkérdezzük, hogy mit szeretnétek, mi a probléma. Nagyon kiváló specialisták vannak, emőke tanítványai, tényleg kitűnő szakemberek, akik úgy fogják a kezelést elvégezni, hogy a lehető legjobb legyen mindenki számára. Ezt a kezelést érdekesség egy teljes napig tanultam, egyedül egy nemzetközi oktatótól, egy trénertől, aki egyébként én azt gondolom, hogy egy nagyon elismert oktató, és sokszor egy-két óra, én viszonylag régebb óta a szakmában vagyok, és elég hamar meg szoktam tanulni mindent, de ez egy nap volt. Tehát, hogy egy elég komplex kezelésről van. Mire utána elkezdted te és saját a lányokkal is ugye külön egyesével. Hogy nem maradt más hátra, mint megmutatjuk nektek, hogy akkor hogyan is történik egy ilyen kezelés, meg közben egy-két dolgot még Emőke mesélni fog, mert én leszek, aki végzi a kezelést, és én közben kivételesen nem fogok tudni beszélni, csak relaxálni. Igen, erre úgy érkezdetek, hogy csukott szem, csukott száj, pihenés, relaxálás. Ugye ezek nagyon magas hatóanyagtartalmú koncentrátumok, ami nem szerencsés, hogyha a szájba vagy a szembe kerül, úgyhogy az elején megbeszéljük a vendégekkel a napi történéseket, és utána csak relaxáció. Úgyhogy tartsatok velünk akkor, két nap múlva folytatjuk, amikor is a kezelést magát mutatjuk be. Sziasztok, addig is! Sziasztok, várunk titeket!